Nem akarom látni, amit nem láthat más. Nem akarom tudni, hogy milyen az élet, amit mások élnek. Nem mondhatom el, amit mások titkolnak, szeretnek, szégyelnek. Amitől függnek vagy szenvednek, mert maguknak sem merik elmondani. Nem beszélhetnek róla. Az első időszakban voltak problémák, rémálmok, aztán évekig semmi. Én 14 éves koromig nem tudtam, hogy zsidók vagyunk. Én egy szót nem tudtam elmondani. Egyszerűen leblokkoltam. Az apám tettei nem az én tetteim. Ha nem bocsátok meg, nem tudok tovább menni. És aztán megmondtam az egy hónapos gyereknek, hogy nem én szültem őt, és hogy örökbe fogadtam, és hogy örökre én leszek az ő anyukája. Nekem nem gyerek kell, nekem család kell. Feleség és gyerek. Úgy simogatott, mintha egy nő lennék már. Nem akarom, hogy ezt más is tudja. Én azt tudom, hogy én nem vagyok fiú, és nem vagyok lány. Ma ezt az életformát elítélik. Én szadista vagyok. Nekem azt tetszik, hogyha igaziból is fájdalmat tudok okozni. Ez a mai nap jó, a halálra, akkor jó. Ha holnap van, akkor holnap van. Ha két év múlva, akkor két év múlva. Bármit hajlandó vagyok megcsinálni, csak életben maradjak. Három napig ordítottam, hogy segítsetek, mit csináljak. Hát várni a gyerekem a halálát, ez kőkemény. A van félelem, az nem is félelem, hanem inkább... Beszélnie kell. Mi beszélünk. Helyettük is. Tabukról. Tabuk nélkül.